YouTube, trending, Spotify, TikTok. 50 ezer, 250 ezer, 1 millió. Mitől lesz egy dal felkapott? Én Orgosz vagyok, rapperként Lil Frak a nevem, és az elmúlt négy évemet producerek mellett töltöttem masszívan, nulláról hangonként építettünk fel dalokat, és rájöttem amúgy, hogy az egész jó flash. Kíváncsi lettem, hogy mások hogyan készítik el a dalaikat, ezért minden epizódban egy új előadó jön el, és elhozza a saját dalát, amit közösen a darabjaira fogunk szedni. Ez a sáblekötő by Lil Frak, ahol a dal és a szerző van a középpontban. Kezdjük is, let's go! Tomival 13 évesen találkoztam először rajongóként. Azóta már megtanultam öltözködni, de Tomival is nagyot fordult a világ. 2014-ben megalapította a Well Hello Diazzal, akivel a mai napig menetelnek. Ha kiraknak valamit instant trending, adja a TV, rádió. Ezen a nyáron volt lehetőségem pörögni a srácokkal, írtunk egy dalt, sok bulin felléptem velük, ami azért megcsinálta a nyaramat rendesen. Menj már! Menj ide csak lejárom! Eddig én mentem velük, most pedig Tomi és Diaz jönnek a sávlekötőbe, hogy a Nem számít a pénz című dalukat szedjük darabjaira. Itt van a Well hello a stúdióban, Flor és Dia, sziasztok srácok! Csá, csá! Csá, csá úgy mindenkinek, hello! Volt uh, még az előző adásban egy stream deckünk, kölcsön kaptuk, és erre az adáson nem kaptuk meg. <laughs> <laughs> Úgyhogy taps most nem tudok adni, de majd, majd bejátszok utólag, utólag. utólag. Most itt persze. a helye. Sziasztok! Megkértelek titeket, hogy küldjetek állításokat magatokról. Uh -huh. Én is küldtem egyébként, szóval uh -huh. az lesz majd a feladatunk, hogy kitaláljuk, hogy igaz-e az adott állítás, mert lehet, hogy van, ami hamis lesz. Ugye azért már elég régóta ismeritek egymást. Van szerintetek olyan dolog, amivel meg tudjátok lepni a másikat? Be kell valljam, Tomikám, hogy azért próbáltam olyanokat összeszedni, amit talán nem tudsz, de. De egyébként pont tegnap dobta ki a Facebook, hogy ott 10 éve vagyunk ismerősök a Tomival, amúgy meg már 16. mennyi, hat? 2005, ja, 16. 16 éve. Egyszer elütöttem egy nagymamát. Bármennyire friss a jogsi a Tominak, meg már, meg már meghúzta a kocsit, a felnőtt vannak, vannak parák, de én azt gondolom, hogy ez, 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 ez egy erős, erős szituáció lenne. Szerintem is. Meg, amúgyta. meg, meg ha ez megtörtént volna, akkor valószínű már, már lehozta volna több újság. Lehet, hogy, de de... Lehet, hogy nagyon jól titkoltál végig, most, most, most. Vagy tudod, most... az... így jövőre semmi koncertünk nem lesz, mert... mert így kiderül, hát a Tominak hogy ez jogsia. Na, szerintem ez hamis. Ez Szeri... Szerintem is, is, is ronad, szerintem is hamis. A... Már mint, hogy igaz? Mi... Igaz, mi? Mi igaz. Micsoda? de mi lehetett, azt tudod, mentél -e öt öttel, és jó, jó, jó. Megláttad az ebrát? Mi volt pontosan? Ezt nem is mesélted el. Ja, de már azért, mert nem mondtam, hogy kocsival történt. Jaj, tényleg? Jaj, biciklivel? Biciklivel, persze. Nyolc évesen. Jó, ez, a, ez amúgy így rapos Jó, ez volt. becsapós volt. Csak mentem, 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 és akkor valahogy, ahogy így kanyarogtam így a, a mama így hátra, a két, két uh. szatyorral, én uh. meg előre, és akkor csak annyit kérdezett, hogy nem fáj a füled? Jaj, és de így, cuki. De cuki volt, nagyon. én meg Még ő aggódott, érted? Ja. Igen. És akkor jött a következő. Amikor először felléptem a Váhelóval well és lejöttem a színpadról, elsírtam magam. Jó, hát ez igaz. <laughs> Ennyire nem kaptál semmi pénzt. <gül> <gül> Igen. Nem, hát még mesélted Igen. is, hogy tök meg voltál, meg... Igen, én úgyhogy nagyoban... ezért, ezért gondoltam én is. Hogy nagyon. Nagyon Ez a kampuszon volt egyébként. Nagyon cuki. Jó, jó buli volt. Ja, az jó volt. Én mindig csak másoktól hallottam, hogy hú, hogy izgult a Jorgi. Nem, nem is láttam rajta. <laughs> tudod, meséltem neki is. Ja, nem, nem. nem is láttam, mert izé mindig tudod, ide ment, oda, izé jó, hova állja, nem tudom, és akkor Ja, ja, ja. Nem, hát ott, ott nem voltam szóra. ez nagyon jó, jó, jó. Nézzük a következőt. <laughs> hú, ez nehéz. Felolvasod? No. <laughs> ja, már nem tipmixelek. Hát, hát ez tudom, elmítás. mi lint egy tips mix szűté. Annó tips mix <laughs> Keményen. Na, nem, nem egyébként tétek. annyira durván keményen nem. Tehát uh, mindig is kis játszottam. Uh, de, de, hogy így azért így összeszámolgattam, hogy így összességében nem jöttem én ebből ki jól. Úgyhogy, mm. úgyhogy elengedtem. Nagyon, el. jól, nagyon, jól, adod ezt a múlt időt, de lehet, igen, hogy csak igen, félre igen. igen, igen, ezért, én is mondanom, igen, nagyon igen beindultam. Minden gyanús. Hát figyelj, én azt tudom, mm. hogy egy csoportba ti tipmixeltek, tehát van egy ilyen Facebook csoport, ahol Hoppá. a zenekarral... Az tény, hogy van, de az, de, az, hogy az, nem az, az, nem az de hogy az csak tippek, és Igen, nem az nem tipmix. vele pénzt. Én megkockáztatok egy hamisat. Uh, én azt mondom, hogy szerintem igaz, mert nem tudsz ilyen jó hazudni. <hállt> Nézzük! <hállt> Hamis. Még melyik volt? Neked, hamis, nekem igaz. Igen, igaz, mert igen, már nem, nem titmixelek, igen. Bú, Hát, Elég érdekel. Úristen, de imádok játszani, mindig én gyerek. Na ez volt az igaz, hamis, is srácok, hogy küldtetek állításokat. Elszak. Most pedig térjünk a dalra, amit hoztatok, a Nem számít a pénz. Lesz a következő peritékkel. Mi ez a kamu, hogy megváltoztam? Ugyanaz vagyok, aki voltam. A csóról lettél paraszt, hidd pénzzel is ugyanaz maradsz. Proli vagyok pont, mint rég Lyukas az okni, pont, mint rég Ne zavarjon meg, hogy a jaktól hordom az ég Mint a faluban, ott is kék Ez szóval nem számít a pénz ez uh, apu kettő néven is fut. Azért eltelt a dalóta mennyi idő a két hét. dal? Közel hét. Közel Ugye közel A közel. apu vedd meg, és a, a, a nem, számít, nem a pénz számít a pénz, között, pénz. Között. Igen, Igen. De egyébként ja. nem, nem úgy álltunk azért neki, hogy, hogy akarunk egy apukát. Nem, igazából ezt csak úgy csináltuk, és végén így hallgattuk, és Amúgy nem lehet, hogy ez lehetne, a kettő majd tök hasonló a téma. Meg majd... ami szerintem így tök érdekes, hogy annak idején Igen. az aput is egy, egy ilyen alkotótábor során kezdtük így boncolgatni, fejtegetni a témát, és ennél is az volt hogy egyeken eh, voltunk egy alkotótáborban, és akkor ott dumáztunk így, a, a, a klipnek jöttek a az klipnek volt meg előbb, az előbb volt És konkrétan, ötlete. konkrétan elkezdtünk a refrénen agyalni a Tomival, és a Tomi dobálta be a, a szürreálisabbnál ötleteit a klipre. Nem <laughs> úgy mindig így vagytok ezzel, hogy amikor születik a dal, már jön a klipre is a, az ötlet? Nagyon így benne van a fejünkben, hogy, hogy konkrétan elképzeljük, Igen. hogy mit szeretnénk. Például ennek a klipnek is a véglegesítése volt, akkor is ott voltatok végig, meg, meg így figyeltétek, hogy hogy mi lesz a Igen, videóklippel. Igen, hát általában a vágásokon ott vagyunk, ha más nem, akkor egy Zoom call vagy, vagy élőbe, de azért ja. szeretünk a véglegesítésnél ott lenni, mert mi vagyunk azok, akik ezt szerintem ilyen szempontból nehéz is dolgozni, mert nagyon ragaszkodunk a saját kis kattanásainkhoz. Rugalmasak vagyunk, de van egy alap, amit nem szeretünk, ha nincs meg. De amúgy a daloknál is ez van, tehát tényleg a végsőkig el tudunk szöszölni egy-egy dalon, Tom is a szövegen, én is a zenén, és akkor egymás piszkáljuk, hogy jó, a Lacikám most már Elég. feje nem lesz jobb, csak szarabb lesz. Volt olyan, hogy rohantam ából be taxi megáll, felrohantam hozzá a stúdióba, tényleg egy sort kiavítottam, a... taxiba vissza is góv forgatni. Igen, és folyamatosan meg is újult, újultak. Anno amikor elkezdődött a Vahelo, akkor hova pozícionáltátok, és most hova pozícionáljátok a, a projektet? Féltem, hogy el leszek könyvelvennek a Mizus csávónak, aki még 30 év múlva a retro falunapon ugyanúgy tolja, és tudod, ilyen csak egyre fáradtabban és egyre kiegettebben. Vajon ezzel sikerül-e megmutatni azt, hogy amúgy meg hello, mi vagyunk ez a kettő csávó, akik nem tudom romantikusak, mélyek, vagy éppen viccesek, vagy... Egy a Tomi már mindig akárhányszor jött hozzám stúdióba, azzal jött, hogy Ja, az figyelj, nem akarsz a refrénbe énekelni, de bokálatban... Igen, és amikor megy a zsinórban egyedik negyedik dalnál, és de mondom, utolsó... Már most már nem akarlak mindig ezzel cseszegetni, de hogy ja, figyelj, ja. még ebbe is annyival jobb lenne, hogyha ha nyomnád ezt a refrént, és akkor végül is, hogy rájöttünk, hogy amúgy akkor miért nem csinálunk igazából közösen dalokat, és, és hát ja, kiderült, meg, meg hát ez jött mellé ez jól. A, a premium image, abszolút, elnöki ügy, tehát abszolút. hogy teljesen máshova rakta a térképen is a szettet, hogy ez azért ami nem olyan nincs benne semmi fajta olcsó dolog. Hát igen, hogy, hogy, hogy ez egy, egy ilyen feljebb pozicionálás, de ez sem működne úgy, hogyha hazugság lenne, hogyha, hogyha, mi a saját szabályainkat nem tartottuk volna be. Tehát tudod, hogy ez mindenki felé volt egy, hogy igen, akkor dresscode van a színpadon, akkor nem jöhetsz fel abban a cuccban, akkor hogy akkor el? egyszerűen az, hogy, hogy a klip milyen legyen, hogy, hogy legyen egy minőség, ami alatt nem csinálunk semmit, ahogy a színpadon se a parkoknál. Mi, mi eldöntöttük az elején a Tomival, hogy hogy nem az lesz a fő szempont, hogy mi most itt hirtelen mennyi pénzt keressünk. Az érdekelt volna szerintem minket, ha 15-ben csak 10 bulink van, ja. hanem azt tudjuk zenekarra csinálni, aztán majd felépítgetjük ezt szépen. Uh -huh. És egy hosszú távú tervünk volt. Hát erre. És úgy, hogy azért ott küzdeni kellett kiadóval. Menjetek ketten, akkor két kétfelé tudtok falunapra. Nem éri meg a zenekar, hagyjátok már, nem jó nem jó ötlet. Igen. És hát ott közben meg tudod nyomtuk azért már, mert ugye a Diaznak mondtam, hogy gyere már egy évet velem, hogy szokjuk egymást, hogy hogy egyáltalán... Hát me, meg, hogy én a színpadot már, hogy a Tominak azért elég <laughs> ja, komoly ja, színpadi rutinja volt, azért nekem ebbe bele kellett bele is tanultál amúgy. Köszönöm, ja. köszönöm. Hát te, jó tehát tanár bácsi volt. Em, emlékszem, mellettem. hogy én egyszer voltam még nem tudom hány évesen <laughs> egy plázában egy Tomi koncerten, <laughs> és, és akkor még talán ja. a képkockák volt, és te is voltam, mentél. Ja, és ja, te, ja, is, ja, te ja, is mentél, és én szóltam a tominak. Hogy nem tudott kihívni a diaszt. Ja. Hát igen, akkor. és ott, ott a laci, azért olyan helyekre mondom, hogy a fiú, hogy ja, miben ja. vagyok. Hát ja. akkor tényleg volt egy három év vagy négy masszívan, amikor a kiadó, ahova odamentem. Hát aztán nyilván egy idő után rájöttem, hogy jó, akkor lehet, hogy már nem akarok a műfázba, meg az által megnek meg a plázába, meg a domboldalon, ahol így száránk az ökörnyé és közben markolászák az asszonyokat. A diaszt valagát, hogy te ja, ja. dög vagy de, <laughs> Most ugye. Azért volt egy nagy váltás a Well Hello -ban, mert azért egy ideig azért a 80-as évek uh -huh. dominált inkább a, a zenéitekben, és most pedig inkább több stílusba is belekostoltok. Volt, volt egy ilyen másfél évünk, amikor így agyaltunk, hogy, hogy fú, most akkor mi van, ha nem lesz láger? Jaj, hát akkor ha, ha most ez nem jön be, akkor nem tudom, összedől a világ, tudod, és ezt is el kellett engedni, csak mi ott ott, ott nem tudtuk. Hát de nem lehet megállni, hát nehogy megálljunk, hát most megállni, hát amikor, amikor a toppon vagyunk, de közben meg de, tehát hogy nem muszáj attól... 200 bulit vállalni, vagy 300, vagy akár egyet, mert most tehát, nem, igenis, meg kell hagyni, és ezt most megtanultuk nagyon. Meg kell hagyni azt a részt, amikor viszont most piházunk. Mert mindketten ilyenek vagyunk, hogy akkor tudunk alkotni, ha mondjuk ott van egy egész napunk, bele tudunk zuhanni abba az alkotói fázisba, amikor tényleg pörög az agyad, nem az, hogy délbe el kell menni egy interjúra, meg amiket semmi baj nincsen, csak hát tényleg, tényleg az van, hogy akkor tudunk kiszakadni és mm. alkotni, hogyha És így akkor ilyenek az alkotótáborok is gondolom, amikor így, gondolom azért az ötletszerzésre van ja. leginkább. Hát figyelj, hogy múltkor például egyeken olyan három-négy napot toltunk az le, le volt, hogy, igen, igen, hogy igen. ilyen volt mondjuk egy-két órás kajaszünet, vagy ilyen picit, és egyből dur vissza, és ott egy csomó alatt lett megszületett. A Nem számít a pénz is egy ilyen alkotó során született meg, úgyhogy most nézzük is meg, hogy milyen sávokból áll a dal. róla, és belernékába egész nap, mint egy rokkant parkolóban. Tudom, már nem nézel, kicsit megtéveszt az égszer, de nem változott semmi, csak telő lettem tízszer. És eljött a sávlekötés pillanata, amikor megmutatjátok, hogy hogyan készült el a dal. Ez a dal egy ilyen riffre épül, tulajdonképpen, ami így könnyen beragad, és, és aztán utána így könnyen, könnyen, könnyen tudod dúdolgatni. És ezt a riffet játsza több hangszer. Tulajdonképpen az összes játsza az elején. Vannak fúvósok, van benne alsó trombita, van benne alt szakszofon, meg felső trombita. Most nem kezdem el egyenként mutogatni őket, de ha bejátszom, akkor majd mindjárt hallani fogjátok. Hogy. Hm. Így még gyerekdel is lehet. <laughs> Igen. Utána most itt a basszus sávokat látjuk. Ezt három sából építettem föl. Az egyik sáv az csak később jön be, amikor a kiállós refrén van. A, a többi résznél viszont például lennél a riffnél, játsza ezt a témát még egy basszus. Igen Ilyen basszus szereted mi? Szokott mondani a Ez amúgy jó kis 808, igen. Igen, ez 808-as. Igen, ez, ez, nálam gyakran van használva. Aztán jön a gitárok. Van, van egy torz gitár, ami ugyanezt a témát játsza. Egyébként általában az ilyen zenéknél mindig ez a megoldás, hogy az összes hangszer ugyanazt a, ugyanazt a témát játsza. Aztán ami, ami szerintem a poén, vagy, vagy, vagy ennek a, ennek az egész hangszerelésnek még ami hogy a mi érdekessége, hogy az ózás az hogyan lett megoldva, mert hogy az volt az alapötlet, hogy olyan legyen, mint hogyha egy nagyobb közönség ja, ja, ja. ózna. Én ezt úgy oldottam meg, hogy felvettem nagyon sokszor ezt az ózást. Van egy fő... Igen, ez, ez Igen. vagy te, ez a te. Igen. Diaz, amikor éppen Diaz, és akkor erre jön majd egy... Sokféle Itt egy képen énekes van alatta. Ú, uh, ez meg ilyen, lenni, ilyen dörmögősebb. Igen. És akkor... És aztán egy idő után bejön a zenikő is ehhez. Ugye ő énekel dolma. még a dalban. Igen, a kis énekel a dalban egyébként. Már a kezdetektől fogva, amikor még producerkedtél, és akkor is azért elég sokszor volt a beatjeidben, hogy saját magadat mintáztad. Ja, Ugyan igen, igen, dalud. igen. Ezt egyébként szokták mondani, bár nem én találtam ki a, az, ilyen vokál szemplingelés, de hogy én előszeretettel használom. Még amúgy úgy is meg lehet ezt oldani, hogy, hogy minél több fajta hangszínen feltolod. Ja, és ja, ja. nem feltétlenül csak ilyen effektorzítással oldod meg. És, és Tomi, te mennyire szólsz bele az alapba, vagy az instruba? Figyelj, változó, különböző tipjeim szoktak lenni a Lacinak. Figyelj, itt lehetne egy kicsit kezeket fel, nagy kanizsásabb a, a C rész, hogy létszi. Néha csak itt tolom neki, hogy szerintem ott lehetne egy olyan, hogy de egyébként egészen jó. Teljesen tarult, jól megértitek már. egymást. Igen, igen. <laughs> érti. Vigyorogjon a kolbász, Laci, Figye, vigyorogjon a... a... kolbász. Az, az, a durva, hogy a Tominak olyan szintű szakzsargonjai vannak már, amik külön, külön, keverésnél is van. Például ez a vigyorogjon a kolbász, most ezen a gépen szerintem nincs rajta ez a plugin. De, de, az a lényege, hogy van egy, van egy ilyen, ilyen progi, aminél minél jobban vigyorog a kolbász, annál erősebb a basszus. És hát, a... meg ja, torcit, ez torcit, torcit, szaturátor. Ezt, ezt, ismerem, ezt a -Komsz is szokta használni először. <laughs> persze, értette. persze, ez egy. Ez ez egy, ez egy nagyon jó kis cucc, és hát a Tomi ö, mindig, a, ha azt akarja, hogy valami még erősebben szóljon, vagy akár már torzítson, akkor hát ez a, ez a mondás, és ebből én tudom. Ö, van, van, az, amikor mondja, hogy hát kicsit úgy szól, mint a rádióból szólna, azt tudom, hogy kb. melyik frekvencia sok neki, tehát De hogy már így megérte Szépen megérted. kompresszálva kicsit. I olyan. Igen, szóval, hogy már dolgozunk együtt annyi ideje, hogy, hogy, hogy bár az elején nehezen fogtam föl, hogy most vajon mire gondolhat a költő, de hogy így most, most, már, azért, most már azért így megtanultam. Tehát a Tominál ebből érezhető, hogy ő a rebből jön, hogy őt sokszor a, a dobképlet tudja Igen. megindítani, vagy inspirálni, nem, mint egy énekest, hogy ott, ott meg lehet, hogy nincs dob, de ott az akkordmenet, vagy, vagy valami. Meg még ami a hangulata fontos a mm -hmm. Tominál, hogy legyen egy olyan vibe a zenének, ami, ami, ami így megindít benne valamit, vagy vagy így ihlete támad. Meg tudjuk hallgatni a dobokat is. megmutatom külön-külön. Hú, amúgy van, van Igen, benne egy ilyen. Kis... Ja, ez egy Konga. Ez ja, Konga, ja, nem? Ja, jön, jön a törzs, ja, nem ilyen? Ja, ja, tényleg. Tényleg így azért. Bajon a törzs, jön a törzs, a törzs, törzs, törz. 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 Ura, ez nekem nem jutott eszembe közben. Igen, ilyen kicsit ilyen dzsungelkönyv. Ja, ja, jaj, ja, ja, Így izé, jönnek a gorillák. Hozzáteszem, hogy az mindig érdekes szerintem, mikor így szétbontasz részleteire egy zenét, mint hogy a Tomi is mondta, hogy hát ez a, a, a fúvósoknál, hogy ez egy gyerekdal is lehetne, hogy tök érdekes, nem? Hogy... De közben meg kell az az apró ö, sáv, vagy az az apró hangzás még ami, amit a fúvos hozzátesz. És együtt pedig már egy együtt harmadik meg... dolog születik meg. Igen. Igen, hát együtt lesz egész belőle. Amúgy a lábdobot itt kettő... Kettő, kettő tettem össze. Ki? Igen, van egy ilyen. Meg van egy ilyen. Ja, ez kicsit ilyen elektronikusabb. Igen, ez a másik, e... meg, másik meg egy ilyen teres tudsz. Pont azért, már, mert ettől is egy ilyen fesztiválossabb flashed lesz. Aha. Lead, dob, még mi a különleges összetevő. Az x vagy szerd, ezt nem mondhatjuk el. <gül> <gül> az első demókban az volt, emlékszem, hogy végigment ez a riff, és még mondtam is a Tominak, hogy ez így iszonyat unalmas lesz, meg elfárad, és akkor elkezdtem azzal... Ez hogy... volt, tehát hogy ott az is volt, hogy a, egyszerűen van, amikor már sok a annyira megtelik az egész, hogyha még rámegy a rep, onnantól már nem tudsz Zabaros. figyelni ja, a ja, szövegre, ja, ja. már úgy megtelik nagyon a fejed is az uh -huh. egész Mi ez a kamu, hogy megváltoztam? Ugyanaz vagyok, aki voltam? A csóról lettél paraszt? Hidd el, pénzzel is ugyanaz marad? Proli vagyok pont, am... pont, mint rég, lyukas azok, pont, mint rég, ugyanaz vagyok, aki voltam. Yeah. Yeah. Nem mindegy. <gül> a, <gül> ugyanaz, <meg> mondja, <laughs> eze, ezek a kontrák. Ott is kék. gazdag igen, de figyelj, hogyha megmutatod, már Mária, hogy nem szoktad csinálni? Mindegy, csin nem, csak hogy ugye ilyenkor de... van ez a tipikus rep dolog, hogy ugye nyomunk Igen a... még alá ezt. Ja, a ja, ezt. fűszer, fűszer, egy fűszer. A... Hát ez még ez ilyen régi rep, tehát ezt emlékszem, régen azt csináltuk, hogy teleraktunk minden nap, minden Volt ja, egy ja. pici, egy másodperc, amíg úgy tudott volna pihenni a hallgató, akkor még bele ja, lehet. a tele lett rakva. Bű, halló, hát figyelj, én is mikor felfedeztem azokat az effekteket, hogy rádiós hangzás, mint a telefonból szólna tudod, ja, 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 ja. a, a vízhang, akkor mind, hallod, oda is téve volt vízhang, ahova soha az életben nem kellett volna tenni, de valamiért akkor azt gondoltuk, hogy ú, ez ettől jobb. Emlékszem, volt egy olyan dalunk, megmutattam anyukámnak, ő nem értette már, annyira szét volt már effektelve, tudod, mindenhonnan jött, mint hogyha... De, de ez nagyon ment, tehát régen, amikor még a hősök, meg ott az a Veszprémi brigád nagyon szerette azt, hogy ilyen 7-8 sávban szétduplázott, Persze. de végig, tehát nem az, hogy csak egy pici, és akkor nem is volt úgy megvágva, hogy az pontosan ja, történjen. Ja, ja, csúszkáltak a Csúszkált, sávok. Csúszkált, és ja, tudod, ja, ja. Egy, egy a adat, is fülek. Le, lecsúsztak. Hát mind, jó, mondjuk ja. akkor, amilyen stúdiók voltak, tehát a törültél, ha stúdió stúdiók közelébe kerültél, Aha. valamelyik havernak az ismerőse leselejtezett rádiós mikrofonokkal csinál valamit, tehát azért ott nehéz volt stúdiózni. Persze. De egyébként tényleg akkoriban úgy, úgy állt össze egy referze, egy fősáv, az telibe duplázva kétszer. Ez, 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 ki lett tolva jobbra-balra. ú, nagyon sztereó gyerekek. Ez, stereó, most nagyon, stereó, ez most, most stereó. nagyon, hátulról is szólna nagyon király. Erre még jött akkor olyan, hogy így sorvégek, punchline bedobálva, Igen. abból is két sáv, meg akkor még azért küldjünk rá egy nyolcadikat, hogy ő,

Tudod, de régen is csóró voltam, soha ez, Ezt a sort nem tudom nem úgy meghallgatni, hogy nem látlak a medencében. Igen, ja. <laughs> a kis pohárta. Ja. Régen is csóró voltam. Ó. Milyen romantikus hát, lett a, ilyen, a ilyen, dal, ilyen, ilyen. Ne? Ez a félszed, én nem hallottam ja, ez egy nagyon szép. <laughs> Tudod, én régen is csóró voltam. Ah, de most már kiallom, hogy a pénz, a pénz, lehet azt hinnét, hogy megváltoztam. Ki ilyen kis ja, 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 Na, és ez, ebben is a Tominak tök jó füle van. Hajlamos vagyok ezeket túltolni, és akkor mondja mindig, hogy sok a sáv, de igazából Persze, sok a sáv, de Csak hogy az a vissza, nem? Ah, igen, az arányok nem jók, és akkor elbillen. Igen, és akkor szoktam mondani, olyan, mint a már vége lenne. Ja, igen, igen, <laughs> igen ezt, is, ezt is szoktam mondani, igen, igen, igen. Tulajdonképpen ez egy másik dallam, tehát hogy, hogy azért is okosan kell ezt betolni, mert yeah. azt akarod, hogy a fődallamot jegyezze meg az ember, és, és nem akarod elbillenteni yeah. a, a, a hallgatót, ezért, hogyha nagyon betolod, akkor elbillen, úgyhogy ezt így. Yeah. Hát ennek ezt az a célja, az hogy a fő sávot támogassa meg. Igen, igen. igen. Hogy Nem is egyébként Enikővel az durva, hogy múltkor konkrétan megkérdezték a táncosok, hogy ja, hogy ez ő most? Hogy ez, ez, nem csak megy valahonnan. <tos> <tos> És itt meg már ugye együtt a ja.

Amire de minek legyek szerint, yeah. Én vagyok az igénytelen legény yeah. Adok egy gyúsz, szeres belém yeah. Mert csak belül vagyok szegény Drága a ruhák és olcsó nők A csajom meg hol van otthon bő. Yeah. De lenyugszik úgy is, a kap egy új bentlét Egy igazán feltűnőt yeah. Miért vagyok mégis lelki beteg? Megveszek mindent, ha nem figyelek Csóró, Jay-Z, hozzám képes Gyalogolni, sincs pénze Valójában azért az inkább arról szól, hogy hogy, lehet akármennyi pénzed, ha nincs ízlésed, stílusod, és így tovább, meg hogyha a jaktos kiránduláson még mindig a szarpesgőt, a szar üdítőitalt iszod, és a <laughs> és Jukas ezoknid, és a pénzért is a legrosszabb kurvákkal baszol. Igen, azért erős. <coughs> Na, lesz be me. <tos> <tos> hát igen. meg konkrétan a Tomi második verzének a végét az fullba ki kellett cenzúrázni, miközben az az egyik legerősebb hát otthon rész az, tekerek az egész tekerek, Dubájba szívok, Brüsszelben nekizem kaviárt fingok, és pörög a farkam, te meg zabálja mekiben. Otthon tekerek, Dubájba szívok, Brüsszelben nekizem kaviárt fingok, és pörög a f... te meg zabálja mekiben. Mikor, mikor, ezt meghallottam arra, akkor Dávid akkor mondta, hogy na, a fluor csúcsformában. <laughs> ja, úgyhogy, hogy azt éreztük, hogy akkor, mert közben meg már megszoktuk, ugye, hogy jó, ha valami van, akkor rádió, szedjük ki, ne legyen benne az a pár csúnya szó, vagy márka, vagy valami, ami miatt nem lenne. Ja, de azért itt a, Nem is csak a szavakkal van gond, nem? <laughs> Figyelj, mi úgy voltunk, hogy azért bepróbáltuk egy-két rádiónál, hát azt hiszem, hogy már el se jutott odáig, hogy ebből bármi legyen. Ez is egy ilyen érdekes állapotot <laughs> mutat meg, hogy finom legyek. Gege barátomat már biztos ismeritek, vagy találkoztatok uh -huh. vele. Megkértem, hogy írját szép irodalmira a szövegeitek. És pár kedves baráttal, ismerőssel arccal felolvastattuk ezeket a <laughs> dalszövegeket, és a mi feladatunk az, hogy ezeket kitaláljuk, hogy melyik dal van, ami Jé. át írva. Na, erre oh. nagyon kíváncsi vagyok. Oh, Tisztában lennék vele Hogy a folyót a Tudnám hány szerelmet bír még Mennyi gyengéd érzelemmel Pakolhatóak meg oh, A murvába Invitálnál <coughs> <coughs> Szóval ez volt a rakpart Nagyon jó, nagyon jó <coughs> a murvába az a az volt Murvába invitálnál Ez a kedvence

a közelmúlt eseményeinek fényében milyen ah, minden megtetés, hogy még módunkban áll lélegezni is ver a szívünk. Ellenben a napszállta utáni Új, nem szokásunk pegyhütnek lenni. Jaj. Kellemesen szénsavas, gyengéden, és fogyasztunk, de az ebéd Hát ez a csoda, hogy még Codá élünk. Még élünk a szállás fogának évszakában <gutter> borgőző stációba kerülünk. <laughs> yeah. Ezt akkor a iradóban is <laughs> majd meg kell yeah. mondani. Igen, igen. Igen. Már én holnap menni fog. <laughs> Kellemes szénys a baj. Egy gyengéden alkoholos. Mik Na, és ki? hát jött a következő. Na nézzük. Egy az előbbinél lentebbi állapotba helyeztem, hiszen arra vágyom, hogy elkallódhassak. Egy masinérián a nadrágom hát. felületében garasok találhatóak. A mennyboltra egy stráfot formálok. Én betekintek minden lehetséges metropolis aorta Hiszen arra vágyom, Igen? <túr> hogy elkaludhassak. elveszni barangulás van Barangolás az öreg kontinensen. Barangolás az öreg kontinensen. Barangolás az öreg kontinensen. Barangolás az, az öreg kontinensen. Hiszen arra vágyom, hogy elhallódhassak. Oh, yeah. Uh, uh. Uh, uh. Úristen, de jó! <laughs> Ez a Europe Tour. Uh. Oh! Köszönjük szépen! Yeah. Yeah. Bomba yeah. volt! Bomba volt! És pont, hogy a klipből igen, klipből, igen, klipből, igen, igen, klipből igen. a szereplő! eljött Ez zseni, zseni. És szerintetek még ki az, aki hiányzik? Még aki a klipben szerepelt, és még nem olvasott fel. Törtek szöveget, és hát benne lett egy a... ilyen játékban. Hát például a bűvész Bazi hiányzott, a, Bazi, a kis Balázs, kis ő is benne Igen. volt. Ö, ő már Istenes. Itt volt. Istenes! Hmm. Hey! Kedves László, kedves Tamás, sok sikert a megfejtéshez. Melyik dal lehet ez? Ebben a minutumban, hogy éppen nincs velem egy kedves ismerősöm sem, intrapersonális kommunikációs aktust végeztem, húzamosan. Most, hogy egyedül maradtam, ölelni szavattam. Békére is meg nem ó, történt, irányzott időszakban elsajátítottam a fizikai érintkezés verbalizálásának képességét. Egy kicsit megcsavarodtak <coughs> volna. Nagyon jó. Magamban, Nagyon szab, jó. <laughs> nagyon jó! De Gege, gege is zseni, hogy ja, nagyon jaj, jó. átkonvertálta, nagyon adó. Hallottuk ma Anger Zsoltot, Nagy Ervint, Oswald Marikát, Istenes Bencét és Szabados is felolvasni Well Hello átiratot, és innen is köszi mindenkinek, köszönjük, aki köszönjük, köszönjük, köszi szépen, és gegének pluszban, hogy, hogy átírta a szövegeket. Igen. Na, de ugye a klip, ugye Anger Zsolt nem is csak, hogy szerepel benne, de ő rendezte a klipet. Így van, így van, így van. Volt ez a Nagyszám című műsor az RTL-en, és akkor azután hívott fel, hogy bár nem is tudta, hogy nekem ez a múltam, hogy így ilyen underground dolgok, ennyire messzire menően, és hogy a, a panelból, a soró gyerekből, hogy lett ez, és hogy mennyire szimpatikus neki, és hogy valamikor találkozzunk, már jöjjünk le vacsira, meg hogy amúgy, ha úgy van, klippet is szívesen csinálna nekünk. Hát nyilván hogy egy kicsit úgy meg is lepődtem és meg is szeppentem, hogy az Anger volt, tehát az, az, ja, az, az aranyélet. Egy... Ja, 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 azért. Tehát egy nagyon, nagyon ikonikus karakter. Igen, igen. igen, igen. 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 Hát és egy csomó ideig egy fel se hívtuk, vagy így. Volt benne az, hogy ha az Anger csinál nekünk bennét, akkor ez egy olyan legyen, aminek tényleg egy, egy nagyon jó klippet, vagy egy, egy nagyon durvát akarunk, vagy valami nagyon különlegeset, és akkor ezért vártunk. Találkoztunk vele, és egyből olyan ötletekkel jött, hogy hát. Nézzük. Volt egy kettő, ami még nekünk is durva igen, volt. Igen, igen, azért Tudtudtuk volt kettő, amit egy -e, kettő, ami kiemelni, vagy visszaemlékezni, amit, hát, amit már, ami már nektek se fért bele. Hát például volt, amikor, uh, amikor kolbászt töltöttek a lányok, és a kolbászba pénzt, a kolbász bőrbe, és így fújták fel azt a kolbászbört, és így közben, és közben taposták a darált a, a húsos pénzt. Egy lányan a, a klipben. É, igen, de, de azt, igen, de, de, de azt éreztük, hogy ez a kolbásztöltés, ez, ez valahogy már nem, nem Hogy az már így, nem, sok, nem, hogy az már kicsit így így, sok, hogy... Hát voltak ott különböző elrugaszkodott dolgok, aztán így megtaláltuk a középpontot. Igen, úgyhogy tervezzük is még, hogy forgatunk vele. Köszi szépen, srácok! Yeah, köszi. Ez volt a sávlekötő by Lil Frak, a Velhelóval, well Florral és Diazzal dumáltunk, meg megismertük még jobban a trekket, hogy köszi tényleg, hogy itt voltatok. Yeah, Köszönöm! köszi a neküve. és, és köszi a Pinewood stúdiónak, hogy megint itt forgathattunk. Csekkoljátok az Open Music Channel-t, ahol hasonló fasz tartalmak vannak, úgyhogy pörögjetek rá. Ezen a héten viszont nincsen nyom, már lelepleztük a következő vendéget. Ő nem más, mint Ónódi, és Instagramon tudtátok megszavazni, hogy melyik dalát szedjük a darabjaira. Ez nem más, mint a hideg, úgyhogy két hét múlva ezzel fogunk foglalkozni. Úgyhogy iratkozzatok fel, nézzétek meg, hogy miket tudunk még tartogatni nektek Instagramon, TikTokon, YouTube-on pedig hagyjatok kommenteket, hogy hogy tetszett a videó, vagy hogy kiket látnátok még a sávlekötőben. Léofrakban. Találkozunk a jövő héten is, azért, úgyhogy nyugi, sziasztok! Yeah.